Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és tudom, rég nem volt videó, de nyugalom, itt vagyok a világ megmenekülve. A lényeg, ami lényeg, hogy egy nagyobb adásféleséget készítettem elő, vagyis hát egy videósorozat féleséget, és remélhetőleg, hogy az új feliratkozók is szeretni fogják, mivel hogy a régi feliratkozók már nagyon jól ismerik, és a videósorozatnak a cím, ami már megélt vagy 5 évadot, az pedig, hogy gamer pszichológia, hogy miről szól ez a gamer pszichológia, mindazoknak, akik még most hallanak róla először, és az én csatornámhoz eltaláltak, feliratkoztak. Ez a gamer pszichológia nevezhetjük úgy, hogy egy olyan sorozat, amely az én szakmai, illetve tanulmányi anyagaimból táplálkozik, összekeverjük mindezt játékokkal, és olyankor szoktam már összekeverni ezt az egészet játékokkal, amikor már egy adott szintet érek el ebben a játékban, és elmondhatom, hogy azért viszonylag jól ismerem ezt a játékot. És jelen esetben most egy kicsit a Warframe-el fogunk foglalkozni, mert a Warframe-en belül is így miközben játszottam, és most már elértem erre a nagyobb szintre, eszembe jutottak mindezek a dolgok, és úgy érzem, hogy érdemes lenne megint csak összekeverni, és kihozni belőle egy ilyen végső tanulságot mondhatni a Warframe-mel kapcsolatban. És természetesen ez a videósorozat a Warframe játékon belül lesz, de nem csak Warframe-eseknek, és ez volt nagyon jó anno a többi gamer pszichológiában, és habár Call of Duty, illetve Battlefield alapokkal csináltam, de mégis sok-sok más játékkal játszó játékos írt nekem, hogy nekik is segítettek ezek abban az adott játékban. Ezek a videók nem feltétlenül játékokról fognak szólni játékosoknak, ezért azt szoktam mondani ezt, hogy mindenki megérti belőle a saját üzenetét, és leszűri ezt a saját magára. Én úgy szeretem mondani, hogy ezek nem feltétlenül a játékról szólnak, de viszont szólnak annyira a játékról, legalábbis remélhetőleg, hogy az a közönség is megérti, aki csak magával a játékkal szeretne foglalkozni. Nos, hogy milyen kérdések lesznek emet téma körül, tehát ugye tegyük fel azt, hogy a Warframe az egy RPG stílusú játék, mondjuk így, és egy fő dologja, fő része ennek a Warframe-nek az csak az a úgynevezett angolul, hogy grinding, tehát mész, az gyűjtesz, és utána még mit csinálsz, egy kicsit még gyűjtesz, és mind ez egy dologra alapoz ugye az embereknél, és az nagyjából a birtoklási vágy az, hogy minden nekem, de az igazság az, hogy valahol ugye a valóságban is ilyenek vagyunk. Szeretnénk felhalmozni valamit, szeretnénk nyomot hagyni valahol, és mindehhez vezető út ez. Sosem mondhatni azt, hogy egyszerű, de hogyan érhetjük el azt, hogy ezt egy kicsit könnyebbé tegyük, nem megkerülve az utat, félreértés ne esik, tehát nem az lesz, hogy hogyan ugrunk nulláról 100 millióra, hanem hogy hogyan motiváljuk magunkat, és tegyük az agyunkat arra az iránypontra, hogy viszonylagos gyorsasággal, könnyedén és egy megfelelő fókusszal elérjük a célunkat abban a Warframe-ben. Mit tudom én, tegyük fel, a célom Master Rank 21 lenni, meg legyen ez, mint hogyha a valóságban leírnád egy listát, hogy idén fociban én leszek a gól király, hogyan tudom ezt megvalósítani? Tehát egy efféle környezetbe fogjuk helyezni most a Warframe-et. Tehát ez a célom, hogyan tudom ezt megvalósítani, és akkor a fő kérdések, amelyek fel fognak merülni ebben a videósorozatban, az lesz, hogy mi a cél, hogyan valósítjuk meg a célt, mi segít ahhoz, hogy elérjük a célt gyakorlatilag, és hogy miért kezded el azt a valamit, miért kezdted el a Warframe-et, beszéljünk erről, mire késztetett, mit tanított, tegyük fel mondjuk így, és
Lesz, beszélni fogunk az élősködő emberekre, akik visszahúznak, mert úgy érzem, az Warframe világán belül rengeteg ilyennel találkozni, akik csak próbálnak támadni és visszahúzni, ez nem jó, az a modolás szar, hogy csináltad ezt, na, és az ilyenekkel majd fogunk foglalkozni, de az ilyenekkel nem foglalkozunk, ez elsősorban ez lenne a tanulság, szóval foglalkozol velük annyiban, hogy nem foglalkozol velük, nem. De beszélünk róluk is, hogy hogyan próbálnak ők befolyásolni abban, hogy ne érd el a célodat. És fogunk foglalkozni a tudásszintekről, fogunk foglalkozni arról, hogy hogyan érdemes egy mentort választani, akinek több tapasztalata van arra, mert én is a nulláról kezdtem, a Warframe engem is tanítottak, és azóta is nagyon köszönöm mindazoknak, akik tanítottak. És ennek a tudás szintjéről fogunk beszélni, hogy ki milyen részen áll a dolgokba, és hogyan érdemes haladni a játékban a tudással. Most ez egy kicsit komplikált, de hogyha elérünk ahhoz a videóhoz, akkor így kitisztul a kép. De nagyjából ezek lesznek a kérdések. Hagyjatok ott egy véleményt, áruljátok el, hogy kíváncsiak vagytok, hogy miről fogunk itt most igazából kibontakozni az elkövetkezendő videókban. És jó, hát azt hiszem, én mindig örömmel készítem ez a videókat, számomra egy a féle vlog féleség, hogy ugye kibeszélem magamból azt az adott játékot, és hogyan kapcsolom én hozzá a gondolkodásomhoz, a gondolatmenetemhez, és úgy általánosan, hogy mit hogyan gondolok úgy az életről általában, és hogyan szeretem én felfogni a dolgokat így az életben. Nos, egy kicsit így belém láthattok újra. De ja, és megint egy másik részről. És azért is választottam a Warframe-et, mert alapvetően más, mint a shooterek, és egy másik utat világított meg számomra, amit így alkalmazok az életben, de is így automatikusan alkalmaztam a játékban is. Csak miért is ne beszélhetnék akkor róla? Lehet, hogy valakinek jól jön. Nos, ennyi lett volna. Az első rész hamarosan fent jön, de mindenképpen lehet, hogy már fent van, még én se tudom, hogy alakul, de ugorjatok el a csatornára, iratkozzatok föl, kattintsatok az összes linkre, amit találtok, Facebook, stb. Most kivételesen ezeket elmondom így a videó végén, nem szoktam, de úgy gondolom, hogy érdekes sorozatnak nézünk elébe, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, akkor kövessetek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!